Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: leáll az ingatlan piac, ha leáll az autóipar. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, ennyi a havi előfizetéses klub, ahol kattints, jelentkezz, és legyél ott október 30-án az érintési pontok az ingatlan piacon című gyakorlati tréningemen. Csak klubtagként tudsz ott jelenni, viszont kedvezményes áron, jelentős kedvezménnyel, tehát lényegesen olcsóbb, mintha csak simán jegyet vennél még így is. No, viszont én úgy gondolom, hogy az ingatlanpiacot nagyon könnyen megrázhatja az autóipar. Azért Magyarországon mi azért a német iparnak, német autóiparnak eléggé ki vagyunk téve, tehát azért nézzünk körül. Azért a befektetők 80%-a német, jó? Tehát ezért szerintem ez előtted sem titok. És habár nagyon jól ment eddig autóipar, Mercedes, Audi, Opel, Suzuki, meg még a kisebb különböző összeszerelő egységek, tehát ez elég jól futott eddig, de most az alkatrész hiányok miatt azért vannak döccenők, tehát magyarul Németországban is leállt az Opel, itt úgy tudom én, legalábbis elnézést, ha rosszak az infók, de valószínűleg jók, tehát hogy évvégig leáll az Audi, tehát itt azért ez eléggé ott hagyja hát a nyomát az ingatlan piacon is. Ugyanis a végén hiába vannak a kedvezményes hitelek, meg ingyen hitel, meg az összes többi hitel, ha nem lesz rá fizetőképes kereslet, mert nem fognak ezek az emberkék hát jó eséllyel megfelelni ugye a bankok elvárásának, amit egyébként értek is, hogy ha éppen nincsen munka, leáll a munka, a közvetlen dolgozók nyilván ők talán kevésbé érzik meg, de csak talán, de viszont ugye rengeteg ilyen munkaerő kölcsönző cég is van, rengeteg beszállító is van, tehát úgy gondolom, hogy azért ők is azért megérzik, ugye a beszállítók is az, hogy melyik beszállító mekkora, de úgy gondolom, hogy ott ezen mindenki megérzi, és hogyha ez végig gyűrűzik, akkor az ingatlan piac sem marad ki, mert akár az adásvételbe sem lesz rá olyan mértékű kereslet, mert azért ne felejtsük el, hogy ha valaki ingatlant vásárol, azért legtöbb esetben, főleg egy átlagember azért hitelt akar felvenni. És azt a hitelt azért fizetni kellene 20, 25, 30 akárhány éven keresztül most még, ezt majd nyilván ki fogják tolni egyébként a bankok, lesz itt 50 év is, de röviden ez a lényege, és ennek szerintem sokkal jobban ki vagyunk téve, mint hogy hú, elmegy az infláció, akkor az ingatlan árak emelkednek, mert az infláció nő. Tehát én ezt annyira egyértelműen, megmondom őszintén, nem látom, bár nem vagyok közgazdász, hála Istennek, tehát lehet, hogy tisztább képet látok, és ugye nem vagyok bent annyira a dobozban, hogy így mondjam. De én úgy gondolom, hogy ha az autóipar egy picit megremeg, akkor ott azért az összes nagyváros, ilyen mint Győr is, tulajdonképpen ki vagyunk téve az autóiparnak. Ugye, ha nézitek el a gazdasági mutatókat néha, tehát amikor mondjuk az Audi leáll egy hónapra, normál időszakról beszélek, tehát békeidőről, akkor bizony ott a nemzetgazdaság is azt megérzi, tehát az látható. Hát most azért most van több autógyár is, tehát ez mind-mind leáll, és alkatrész hiány miatt leállhat nagyon könnyen, ugyanúgy akár a telefongyárak is, tehát hogy azt azért azt már megérezzük elég rendesen, mert az, hogy 14 ezer ember dolgozik mondjuk egy gyárba, amikor dübörög minden, hát gondolj, szoroz meg 10-zel a beszállítók számával, tehát az elég jelentős, ha mondhatok ilyet. Úgyhogy nem látom túl rózsásan a helyzetet, de pontosan ezért érdemes kidolgozni az érintési pontokat az ingatlan piacon, mert neked még jobbnak kell lenni, mert csak úgy fogsz tudni érvényesülni a piacon, ha még sokkal jobb leszel, mint az átlag ember, aki szintén árulgatja az ingatlanát. Jó, úgyhogy kattints, legyél a havi előfizetéses klubom tagja, és találkozzunk 30-án, ahol kedvezményes áron részt tudsz venni az előadáson. Szia!